Megkérem Raffai Gábor igazgató urat, hogy mondja el beszédét, és adja át azokat a jutalmakat, amiért megdolgoztatok, amit kiérdemeltetek, aminek igencsak nagy értéke van mindannyiunk számára. Tisztelt tankerületi igazgató asszony, tisztelt szülők, diákok, és igen, kedves kollégáim! Egy év kihagyása után állunk ismét udvari tanévzáró ünnepségen, a múlt év nyara óta vártuk ezt a pillanatot. A megszokott tanítási rendet, házi rendet felborító járványhónapok a családokat és diákokat, a tantestületet nagy kihívás elé állította. A veszteségekről és új tapasztalatokról számos elemzést olvashattunk, most itt azonban a köszönetnek van helye. Köszönet a családoknak és a tantestületnek. Köszönet a családoknak, hogy sértő viták helyett segítették munkánkat, szabályok betartását. A tantestületnek, hogy egyre nagyobb rutinnal igyekezett minél többet kihozni a szükséghelyzettel nehezített iskolai életből, s méltányos értékeléssel segítették a diákokat a távoktatás hónapjaiban. Bár az idei tanév egyharmadába ismét belemart a járványhelyzet, visszatekintve emlékezetes pillanatok sorakoznak elénk a közösen megélt napokból. Énekarunk Herencsár Viktóriával közös Rákoshegyi koncertjével kezdtük, és az utolsó pillanatban megrendezett budapesti párbajtőr diákbajnoksággal zártuk a tanévet. Közte a negyedikesek rajzpályázati sikersorozatának, a saját rajzpályázatunkra beérkezett pályamunkáknak örülhettünk. Büszkén osztottuk ki 8. évfolyamos idegennyelvi nívó csoportosainknak a junior vizsga tanúsítványt. Gratuláltunk informatika alkalmazói versenyen élen végző diákjainknak. Az iskolai énekkar és a Diadal Big Band online koncertje karácsony köszöntője megmelegítette szívünket. A naplástó ökoszisztémájáról szóló versenyen 3. helyet, valamint a budapesti és Pest megyei iskolák felső tagozatos diákjainak kiírt 3-fordulós természetvédelmi online vetélkedőn 7. helyet szerző csapatainkkal büszkélkedhettünk. A Bolyai anyanyelv és természetismereti csapatversenyen is remekül szerepeltek alsós és felsős csapataink. Az alsó tagozatosok házi versenyei mellett a fejlesztéssel járó diákjaink házi tanulmányi átlagjavító versenyére és az 5. éve élő lépés előny versenyünkre is büszkék lehetünk. A fejlesztéssel járók 38%-a elérte a maga számára kijelölt átlagjavítási arányszámot. A 7.-8. évfolyamosok lépés előny tanulmányi versenyén pedig 61 jó jeles magatartású diák az évfolyamok tanulóinak 41%-a kap tanév végén 3000-5000 forint közt mozgó vásárlási utalványt, az önmagához közismereti tárgyak átlagában mért 3/10 és 1 közti előrelépésért jutalomként. Ezért a támogatásért az Európa Magnet és a Fittent Kft.-nek jár köszönet, 230.000 forinttal támogatták ezt az iskolai célt, és ezt köszöni az iskola. A hetedikesek hamarosan megkapják a pénzjutalmukat azok levelek mellett. Gondolom érzik, hogy a tantestület az iskola zárlat ellenére számos emlékezetes pillanatot, eredményt, fejlesztő, motiváló kihívást igyekezett a tanévbe emelni, és a törekvést önökkel is minél alaposabban megosztani webes felületeinken, hogy megkérdőjelezhetetlen legyen az elvárásainknak megfelelni vágyó tantestület dolgozása.